Volt egyszer egy csoport béka, akik versenyezni akartak. Egy nagyon magas toronyba akartak feljutni. Sok néző gyűlt össze, hogy figyeljék a versenyt és biztassák a békákat. El is kezdődött a verseny, de a nézők közül senki nem hitt abban, hogy egy békának sikerülni fog feljutni a torony csúcsára. Ilyeneket mondogattak. Ó, de fárasztó! Na, soha nem fognak feljutni, vagy semmiképp nem sikerülhet, a torony túl magas. A békák kezdtek lemaradozni. Egyetlen egy kivételével, aki élénken kapaszkodott felfelé, a nézők kiabáltak, ez túl fárasztó, senki sem fog feljutni. Egyre több béka gondolta meg magát és fordult vissza. Csak az az egy haladt tovább kitartóan, ő egyáltalán nem akarta feladni. Végül mindegyikük feladta, azt az egy békát kivéve, aki hatalmas ambícióval és kitartással egyedül jutott fel a torony csúcsára. Ezután a többi béka és a nézők meg is akarták tudni, hogyan sikerült neki az, amit mindannyian lehetetlennek hittek. Egy néző odament a békához, és megkérdezte, hogyan volt annyi ereje, hogy feljusson a csúcsra. Ekkor derült ki, hogy a győztes béka süket volt. Tanulság, sose hallgass azokra az emberekre, akik mindig negatívak és pesszimisták, mert ők elrabolják a legszebb vágyaidat, reményeidet, amit a lelkedben hordozol. Gondolj mindig a szavak erejére, mert bármit hallasz vagy olvasol, befolyásolja a tetteidet. Éppen ezért légy mindig optimista, és leginkább légy egyszerűen süket, ha valaki azt mondja, hogy nem tudod megvalósítani az álmaidat. Gondold ezt, bármi sikerülhet nekem, ha igazán akarom.